A koronavírus járvány alaposan átírta valamennyi sportág versenynaptárát. Ehhez képest az alacsonyabb osztályú futballbajnokságokban november elejéig mindössze néhány meccs maradt el a megyében, a megye egyben 12 fordulót tudtak le a csapatok. A folytatásra azonban tavaszig várniuk kell a játékosoknak. Az a november 9-i előbb bejelentés, hogy egyáltalán nem lehet focizni, aztán egy nap múlva mégis módosították arra, hogy az amatőr bajnokságokban önkéntes alapon lehet futballozni. Ez nem csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hanem az egész országban az amatőr csapatoknál igazából egy olyan lavinát indított el, hogy 95%-ban lemondta mindenki a hátralévő mérkőzéseit. Mondom, ez Nyugat-Magyarországtól Észak-Dél-Magyarországon át egészen Kelet-Magyarországig, és ez azt eredményezte, hogy már a következő, az úgynevezett 13. fordulóban is egyébként egy hétvégén rendezünk körülbelül 120-130 mérkőzést, lezsugorodott egy ilyen 5-6 találkozóra, mint például az elmúlt hétvégén is, az eredetileg ugye 14. forduló mérkőzését rendeztük volna, összesen két megyei másodosztályú felnőtt, két megyei másodosztályú U19 és egy megyei U14-es mérkőzés, tehát összesen a labdarúgás szakákban 5 találkozó volt megrendezve. Ez azt jelenti, hogy az ősszezonból szinte mindenhol a felnőtt bajnokságot tekintve 3 forduló, utánpótlás szinten 1 vagy 2 forduló került át. Egészen pontosan 120 felnőtt és 200 utánpótlás mérkőzés nincs lejátszva az őszi szezonban, tehát 320 találkozót kellene majd pótolni még a tavasz folyamán vagy a tavaszi szezon előtt. A nagypályás futball mellett több más sorozatot is szervez az MLS megyei igazgatósága. Az öreg fiúk és a leányú 15-ös bajnokságunk ilyen tornarendszerű bajnokságban zajlik. Mind a kettővel szerettünk volna még ősszel két-két fordulót rendezni. Ez természetesen nem kerül ugye megrendezésre az egészségügyi helyzet miatt. Bízunk benne, hogy ezt tavasszal tudjuk majd pótolni. A többi utánpótlás bajnokság, ahogy említettem, a fiú U14, U16, U19, a leány U19-be összességébe és az MB3-as U17, U19 északkeleti csoportba, hiszen az is hozzánk tartozik, kereken 200 mérkőzés kellene még majd pótolni, tehát 200 mérkőzés marad előszel, ezt igyekszünk majd bepótolni. A futszállal kapcsolatosan ugye érdekes a helyzet, vannak olyan egyesületek, akik labdarúgásban ugye nem játszanak tovább, viszont futszálban igen, az utánpótlás csapataikkal. Itt ugye a terem használattal kapcsolatosan is tudjuk, hogy nagyon sok önkormányzat vagy iskola ugye megtiltotta és nem lehet a termet használni, ahol viszont lehet ott játszanak. Jól mutatja azt, hogy az elmúlt héten 18 bajnoki mérkőzést játszottak le a megyénkben, futszál utánpótlás mérkőzést. Ez természetesen sokkal kevesebb a tényleges számnál, ami lett volna, de mégiscsak azért lehet látni, hogy egy kis mozgolódás van. Igaz, akad olyan csapat, aki már 6 bajnokit játszott le, és van olyan, aki csak egyet, tehát összevisszaság van, viszont ott próbálnak játszani mérkőzéseket. Hát nagyon bízunk benne, hogy a futszát is be fogjuk tudni fejezni majd. Vaka Árpád elmondta, hogy a hagyományos 6 megyebeli csarnokban induló januári felkészülési tornáját nem rendezi meg az igazgatóság. A januári-februári nagypályás téli tornáról pedig december közepén döntenek majd a járványügyi helyzet függvényében.